Most búcsúzunk. Most sírhatunk. Nem ölel két karunk. Fagyott a föld. A mélybe zár. Bennünk élsz tovább. A föld. Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászban osztozók. Az együttérzés halk részvéti váljuk most körül a rovatalt, hogy végső búcsút vegyünk Kátai Ferenctől. Az élete lezárult, itt van a végső búcsú ideje. Akkor lélekben is el kell tőle búcsúznunk. Mi mindig búcsúzunk, az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke por belepte, a csöndtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mert sugárzott ránk, minden septől, mert fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, kemény rögtől, mi megállt a lábunk. Egy ember halála minden esetben az elmúlás jeleníti meg. Mindig megrendülten, és szinte tehetetlenül állunk elönt embertársunk ravatalánál. És bár tudjuk, hogy születésünk már magába hordozza az elmúlást, a halál gondolatát nem lehet megszokni. A gyászban nagyon nehéz az érzéseket kifejezni. Az elönttel kapcsolatos visszaemlékezések segítik a hátramaradottakat, hiszen elveszíteni a szívünk köz közel álló embert az életünk talán legfájdalmasabb pillanata. Nem tisztünk megítélni, hogy valaki elvesztése mikor a legfájdalmasabb, de érezzük mindannyian, hogy a hirtelen támadásban valami elmondhatatlan súlya telepszik rá az élőkre, és fájdalmat okoz a lelkekben. Elfogadni tudni a másik halálát annyit jelent, mint elfogadni egy soha viszont nem látást, egy hang, egy mosoly, egy gyengétség megszűntét, belenyugodni az örökös és végleges hiány. A ravatal mellett állva nem lehetünk csak úgy csöndben, szükség van a szavakra is, meg nem csak megtörik a csendet, de le is zárják az elmúlt életének utolsó fejezetét. Sokszor nem vesszük észre, hogy mindegyikünk sorsa egy regény egyedi oldala is lehetne, hiszen életünk tele van tudatosan tervezett és végzetszerű történésekkel is. Életünk során számtalan élmény, öröm és nehézség vár ránk. De bármennyire is nehéz elfogadni, földi létünk mindig az elmúlásra fejeződik be, mert ez az életrendje. Vannak kitörölhetetlen évszámaink. Kezdődik születésünk évével, vagy folytatódik a tanulmányok évszámaival, a házasságkötés, és a gyermekek születésének dátumaival. Aztán szülőkként az ő dátumaik válnak fontossá. Amikor ők is felnőtté válnak, kezdődnek az elmúlás évszámai. Idővel azt veszük észre, hogy elmúltunk bizonyos tulajdonságait, mozdulatait, akaratunk is átvettük. Valami apró gesztust, hangsúlyt vagy mindennapi szokást s ráeszmélünk arra, hogy darabkáját magunkba építettük. Őt már nem kapjuk vissza, de valamit belőle mégis megőrzünk. Így folyamatosan össze vagyunk kötve mindazokkal, akiket valaha szerettünk, mert lelkünkben ott van az emlékük. Egy gondolat is ezt fejezi ki. Hagynunk kell őket elmenni, hogy örökre velünk maradhassanak. És mindig azt hiszük, hogy ráérünk még megmondani neki, mennyire szeretjük, és ha meg is tesszük, talán soha nem tesszük elégszer. Aztán egy nap mindez hirtelen megváltozik. Csak a hiány marad, és a bénító tudat, hogy ő már nincs többé. És a fájdalom, mert szerettünk halálkor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy mindenkivel rejlik valami leírhatatlan. Valami, ami csak ő rá jellemző igazán. És azért mindenki valóban pótolhatlan összesít családja, szerettei számára.
és ha értelmet adtad szorrobattal mellett, az csak a vigasztalási lehet. Ám ebben a helyzetben nagyon nehéz vigasztaló szavakat tálni mindazoknak, akik ismerték és szerették őt. Hiszen nincs többé sem kettős pont, sem folytatás, mert a sors visszavonatottanul pontot tett az életút végére. Arra az eltelt életútra, mely 1949. május 8-án kezdődött Karcagon. Édesanyja Budapesten postatisztviselőként dolgozott a 62-es postán. Az iskolai tanulmányait már ő is a fővárosban végezte. A Petőfi Sándor gimnáziumban érettségizett, és a sikeres felvételi vizsgát követően a debreceni szombathelyi tanárképző főiskola hallgatója lett. Diplomáját népművelő és könyvtárszakon szerezte meg. Szakdolgozatát Kátai Gáborra írta meg, akihez rokoni szálak fűzték, és a karcagi kórház névadója. Dolgos éveit a végzettségének megfelelő területen töltötte. 1972-től a Műszaki Egyetemen volt könyvtáros, 1976-tól pedig 2 éven át Frankel Leo Művelődési Ház igazgatója lett. 1978-tól a Budakalászi Művelődési Ház igazgatójával nevezték ki, majd 1980-tól az Oriná program szervező. 82-től a Fővárosi Művelődési Ház vizuális művészeti előadóként, 1980-tól pedig a Szormán kiadó nyomdai előkészítőjeként dolgozott. 6 év elteltével 1999-ig a Balassi Kft. DTO munkatársa lett. 1977-ben a budakalászi iskolások egy értékes leletanyagra bukkantak a helyi Kálvári adómból, és azzal Ferenchez fordultak. 30 évvel később, 2007-ben az ő 6-6-os közreműködésével kiásták Budakalász legnagyobb templomának romjait. A régészet mindig központi szerepet foglalt el az életében. Budakalászon ismert régészekkel, Repiszki Tamással, Tomka Gáborral dolgozott együtt, Óbudán pedig az Icsi kastély régészeti ásatásakor működött közre. Lakóhely is elismerte munkásságát. 2003-ban a kultúráért végzett tevékenységért Budakalász emlékérmet kapott. Magánéletének fontos momentuma volt 1973-ban kötött házassága Geszti Piroskával. 1985-ben feleségével az útjaik elváltak, ám az együtt töltött idő nem múlt el nyomtalanul egyikőjük életében sem. Házasságuk 2 gyermekük születése hozott örömet szívükbe. 1976. március 21-én Gabriella, 1978. január 30-án Veronika érkezett a családba. A válását követően egy súlyos baleset érte, melynek következtében 57%-os mozgáskorlátozottá vált. Magánélete 2004-ben lát újra teljesül. Katka szemében megtalálta azt a társat, akivel élete további részét meg tudta osztani, és kapcsolatukat 2008-ban házassággal szentesítették. Közös életük a szeretet és a boldogság jegyében telt. Örömben és bánatban is kitartottak egymás mellett. Az együtt töltött idő mély érzelmekkel szőtt át mindkettőjük életét, és magába hordozta az egymás iránt érzett megbecsülés őszinte meglétét. Felesége őszinte fájdalmát következő 2 sor érzékelteti igazán. Sajnálom, hogy itt hagytál, de köszönöm, hogy voltál. Katalin gyermekei, Miklós, Zoltán, Boglárka és Gyöngy is kedvesen fogadták őt a családba, és a kölcsönös tisztelten és szereteten alapuló jó kapcsolat mindvégig megmaradt. Feleségével 2,5 évvel ezelőtt Tápió Györgyére költöztek, györeg napjaikat szépen meghitte egy kertesházban töltessék. Mindig szerette a jót, a szépet, imádott kirándulni, evezni, a történelem és az irodalom pedig kiemelt helyet kapott szívében.
mindemellett kiváló programszervező volt. Ehhez is remek érzéke volt. Tartalmas életének azonban nem szánt több időt a sors. Szeptember 17-én szíve megszűnt dobogni, és csendesen elaludt örökre. Én nem haltam meg. Az, aki nektek voltam, még mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéltek hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. Emlékezzetek, és gondoljatok rám, hiszen itt vagyok veletek, csak én, az út másik oldalán megyek. Szeretett elhunytunktól fájó szívvel búcsúznak. Lányai, Gabriella, Veronika, Viktória, felesége Katka és családja, az unokák, és mindazok, akik szerették, becsülték és tisztelték őt. Tisztelt gyászoló család, tisztelt gyászoló jelenlévő. Szerettünk elvesztése, az ember élet legfájdalmasabb tapasztalata, amely megköveti magának mind az érzések kifejezését, mind a fájdalom enyhüléséhez szükséges időt. És majd fokozatosan jön el az az idő, amikor már jó visszaidézni az együtt átélt napokat, éveket, amikor már nem a veszteség miatti bánat uralkodik rajtunk, hanem korábban megélt közös örömök emlékei. Ezekben a szomorú napokban épp ezért nehéz tudomásul venni. Szeretet elmúltunk, végleg eltávozott. Ma szinte még halljuk hangját, szemünkkel keresünk alakját, míg bennünk élnek az együtt töltött kedves órák, napok, évek emlékei, amelyek most felvillannak bennünk, reál gondolva. Az elmúlás mindig fáj, bármikor séri az embert. Nem a léleknek kedves emlékek, tovább élnek Ferenc szeretteiben. És az ember nem akkor hal meg, amikor eltemetik, hanem mikor elfeledik. Hiszen akit igazán szeretünk, az halál után sem hagy magunkra minket. Ő az első, aki segítségünkre siet, életünk nehéz pillanataiban. A halállal csak az élet ér véget, a szeretet nem. Addig vagyok, míg élek, szívetekben, bennetek. Ember voltam mindig, ezért szeressetek. Drága halottunkat várja a hosszú út, bennünket élőket a mindennapi küzdelem. Az emlékezés hitével engedjük el őt, és kívánjuk neki örök nyugalmat, Juhász Gyula versének örökérvényű gondolataival. Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek, ők itt maradnak bennünk, csöndesen még. Emlékük, mint lámpafény a csehesben kitündököl, s ragyog egyre szebben, és melegít, mint kandalló a télben, derüsszel igen, és örök fehéren. Szemünkben tükrözik tekintetük még, s a boldog órák drága tiszta üdvét fölissza lelkünk, mint virág a napfényt, s élnek ők tovább, szép hatalatként. Legyen csendes pihenése, őrizze álmát a szerető emlékezés. Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett.
Én is így lettem néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátoktól sem. Igen, megkereslek én.